Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek, az Örömvilág podcast csatorna 65. epizódját hallgatod. Ha múlt héten velünk tartottál, akkor tudod, hogy mivel folytatjuk, ha nem, akkor pedig szeretném bemutatni neked Huszák Regit, akit most már leginkább úgy mutatok be, mint coachot, jó? Aki azzal foglalkozik, hogy segítsen olyan embereknek, akik narcisztikus bántalmazó kapcsolatban élnek, és szeretnének ebből a kapcsolatból valahogy kikeveredni, kijutni és új életet kezdeni. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, most már hát szerintem egy olyan nagyjából majdnem másfél órányi beszélgetés, vagy még szerintem több is van bőven mögöttünk, mert volt két részünk valamikor 2020 tavaszán, a 17-es és a 18-as podcast, aztán most felvettük a fonalat egy héttel ezelőtt a 64. adásban. Ott elmondtad azt, hogy mennyire sokan megkerestek az előző két adás kapcsán, és hogy valahogy, hát úgy tűnik, hogy ez az utad lesz, hogy ezeket az embereket segítsd és támogasd. És aztán úgy hagytuk abba egy héttel ezelőtt, hogy még van mit beszélni erről, és én arra szeretnélek kérni, hogy folytassuk onnan, kérlek, Regi, hogy mik azok a fázisok, amin keresztül egy ilyen szörnyű kapcsolatból ki lehet lépni. Mert én megmondom őszintén, hogy én meglepődtem azon, amikor valaki rám írt, mondjuk az előző adások kapcsán, és azt mondta, hogy akkor pakolok, kidobom a férjemet, és akkor itt befejezem ezt az egészet, mert most rájöttem, hogy miben vagyok. És mindig az volt az érzésem, hogy ez így nem megy. Tehát egy narcisztikussal ez így nem nagyon megy. Hát nem. Ez tényleg így van. Szia, Noémi, köszöntöm a hallgatókat. Hát bárcsak így menne, de nem, mert igazából elveszik az energiáját. Neki szükséges a másik fél ahhoz, hogy energiát nyerjen a másikból. Mármint a narcisztikusnak, ugye? A narcisztikusnak, így van, bocsánat. Igen. Tehát elveszik az akkumulátorát, és azt azért ő nem hagyja. Nagyon furcsa az, amikor én azt szoktam mondani, hogy bizakodjunk, hogy hát ha már talált magának mást helyettünk, mert akkor lekerül rólunk a fókusz. Ezen azért van, hogy időnként felhúzzák a szemöldöküket, de aztán rájönnek, hogy ez tényleg így van. Sajnos nagyon sok esetben futtatnak 2-3-4 vagy akár több párhuzamos kapcsolatot is. Sokszor ezt teljesen legálisan és felvállalva teszik, tehát a másik tudtával. Mégsem szereti az előző kapcsolatát teljesen leépíteni, mert amikor az új kapcsolatában van valami homok kerül a gépezetbe, vagy ott talán nem kap meg annyi energiát, akkor itt szeret visszalépni. Hallottam már ilyet, hogy évek múlva is, tehát mintha mi sem történt volna, eltelik néhány év, és megy haza, mintha mi sem történt volna, vagy felveszi a kapcsolatot, miközben a másiknak már van egy új élete, vagy egy új kapcsolata. És itt jön a nehezebbik eset, mert ilyenkor egyébként nagyon kedvesek, bűbájosak, és mindent megígérnek. Ezt persze szeretjük elhinni, hogy majd most megváltozott a kedvünket, de hát sajnos mindenkit ki kell, hogy józanítsak, mert ez nem így van. Ha ezt visszaszippantásnak hívják egyébként, ha sikerül visszaszippantani, engem is sikerült természetesen, tehát azért ebből én sem lógtam ki. Ha sikerül visszaszippantani, akkor az elején van egy ilyen bűbáj szakasz, majd utána az a kezdeti, vagy a régebbi aljasságokat egy picit föltekeri a hangerőt rajta, és mivel már sikerült a visszaszippantásunk, így teker egyet rajta, és akkor az aljasságait még jobban tudja művelni, és még fantáziadúsabban tudja, úgyhogy kár azt mondanom, hogy erre mi figyeljünk, hiszen én bármit mondhatok, magunknak kell ezeket megtapasztalni, majd amikor eléggé fáj, akkor fogunk erre rájönni, hogy kár hiú ábrándokba rángatni magunkat nem fog megváltozni. Hogy lehet megerősödni egy olyan kapcsolatban, ami folyamatosan leszívja az energiát? Tehát ugye nem csak egy nagyon nagy fokú bátorság, meg elhatározás, meg kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen kapcsolatból elkezdjen kifelé menni. Tehát ahhoz erő is kellene. Na most azoknak, akik benne vannak nyakik, hát mindenük van az erőn kívül. Mert pupjuk van, bajuk van, fájdalmuk van, nehézségeik vannak, kétségeik vannak, önbecsülési hiányuk van, az elképesztő szeretetlenségük van, de hogy erejük nincs, abba biztos vagyok. Igen. Igen, ez egy nagyon, nagyon, nagyon vékony jég tulajdonképpen, amikor ez még nincs is talán. Ehhez, hogy a kilépés meg tudjon történni, ehhez meg kell erősödni.
az esetek túlnyomó többségében addigra, amikor már megtörténik ez a teljes leépülés, addigra a teljes kiszolgáltatottság is megtörtént. Tehát ez lehet anyagi, fizikai, mentális, mindenféle kiszolgáltatottságban vagyunk már. Ezért is nehéz a kilépés, hiszen saját szabad akaratunk sincs, vagy saját szabad időnk sincs, mert minden felett rendelkezik már addigra. Ezért nem nagyon van út, nem nagyon van meg az a pici rés, ahol mi ki tudunk lépni. Ezért kell ezt a rést tágítani, elsősorban szerintem tudással, mindenféle információval, és a saját önértékelésünknek a lépésről lépésre való visszaszerzése, illetve a saját identitásunk és a saját életünk felett visszavenni az irányítást, mert kiadtuk a kezünkből, és szépíthetjük, de ebben mi magunk vastagon benne vagyunk. Vissza kell szerezni az életünk felett való irányítást, és ezt nem tudjuk megtenni egyik napról a másikra, hiszen mi magunk sem vagyunk már addigra meggyőződve, hogy mi bármit képesek vagyunk, akár elmenni 6 kilométert is, sok esetben ilyen van, vagy hogy mi valaha képesek vagyunk dolgozni, vagy szerethetőek vagyunk, vagy addigra már valószínűleg barátaink sincsenek, a családtagjainktól is el vagyunk már valamilyen szinten sok esetben szeparálva. Újra vissza kell magunkat integrálni a valóságba és a való életbe. Kérhetek egy olyat tőled, hogy csinálnál a hallgatóknak, az érintetteknek egy ilyen kis linkgyűjteményt, amit én belinkelhetnék a podcast alá? A honlapomra, és akkor akár könyveket ajánlani, akár olyan szakirodalmat vagy videót, amit érdemes egy kicsit megnézni, elolvasni, hogyha valaki ebben van. Így van, persze, természetesen. Ezt megköszönöm, és aztán amikor elkészül, és kijött, akkor szeretném majd ugye oda tenni a te éppen most a felvétel alatt már még készülő könyvednek az elérhetőségét, és a címét, linkjét, egyebét is. De ez most még azt mondom, sajnos nincs meg, de hát úgyis akkor jön, amikor ott az ideje. Szóval ugye azt mondtad, hogy arra nagyon fel kell készülni, hogy valaki ki tudjon ebből lépni. Miből áll ez a felkészülési szakasz konkrétan? Tehát az, hogy oké, erősítse meg az önbizalmát, meg nyerje vissza az erejét, meg a bátorságát, meg stb. De konkrétan mi az, amit kell csinálni ahhoz, hogy egy nem tudom mi a következő szakasz, de hogy oda tudjon majd ugrani, és hogy egyszer csak ki tudjon tényleg lépni egy bántalmazó kapcsolatból valaki. Hát nem könnyű, azért általában ez egy elég nehéz időszak, mert itt nem csak munkahelyet kell keresni sokszor, vagy nem csak albérletet kell keresni sokszor, vagy nem csak ügyvédet kell keresni sokszor, hanem önmagunkat kell először megtalálni, hiszen éveken keresztül volt az hajtva nekünk, naponta több órán keresztül, nyilván nem akkor, amikor ezt mások hallották, mert ezt előszeretettel csak a négy fal között ejtik el azokat a mondatokat, amiktől a mi önbecsülésünk lenullázódik gyakorlatilag, de először mi magunk sem vagyunk arról meggyőződve, hogy egyrészt nem mi hibáztunk, másrészt, hogy mi bármire is képesek vagyunk még ebben az életben. Hiszen lelettünk téve gyerekbe, és még hozzá kell tennem újból és újból, hogy azért ott voltunk ebben mi is, mert ezt hagytuk. Tehát, hogy ezt sohasem szabad úgy venni, hogy ő itt a mumus, de tulajdonképpen ebben a játékban ketten voltunk szereplők. Igaz, hogy ő a főszereplő, és mi mondjuk csak statiszták, de mi is benne voltunk, tehát fönt voltunk ezen a színpadon, és mi magunk is ebben gyakorlatilag elég erősen részt vettünk. Hagytuk, hogy ideig eljussanak a dolgok. Az, hogy miért, az nyilván egy másik, vagy egy harmadik adást is megtelítene, de ezt mindenféleképpen fontos mindenkinek tudatosítani magában, és ha hogyha elindul a fejlődés és a tudás és az önismeret útján, akkor ezzel mindenképpen foglalkoznia kell. Tehát először is meg kell nézni azt, hogy mi az, amiben el lettünk gyengítve. Általában mindenben. És ezeket kell. Én azt szoktam mondani, hogy a leges-leges legfontosabb, hogy kezdjük el magunkat szeretni. Ez egy nagyon sablon szöveg, és ezzel megint nehéz mit kezdeni. Nem is nagyon lehet ezt holnaptól akkor én elkezdem magam szeretni, ez egy vicc. De nagyon apró lépésekkel. Figyeljünk arra, hogy mit szeretne a belsőnk igazából. És hogyha aznap szeretnék tovább aludni, akkor tegyük meg.
szeretgessük meg azt a kicsi énünket, ami évek óta gyakorlatilag el lett rejtve, el lett dugva, és vegyük elő, és kezdjük el nagyon szenzitíven figyelni a saját belső igényeinket. Ha masszíroztatnék, akkor menjek el masszíroztatni, mondjak végre egyszer valamire nemet. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hú, ez nagyon erős mondat egyébként, ez a nemet mondás, mert hogy ez azért is azt tapasztalom a klienseimnél, hogy még egy nem narcisztikussal folytatott kapcsolatban is, vagy még egy bántalmazó, egyéb típusú, nem ennyire súlyos, de egyébként bántalmazó kapcsolatban is nehéz nemet mondani, pláne akkor, amikor már le van nyomva valakinek a torkán az, és már el is hitte teljesen, hogy ő tényleg alkalmatlan bármire is. Nagyon érdekes, hogy azért azok az esetek, amikkel én is találkoztam, amik jelentős részével aztán te foglalkoztál tovább ugye a podcast epizód után, azért voltak olyanok, hogy közös gyerekek vannak. És ilyenkor hát nagyon-nagyon jól lehet ugye manipulálni. Az előző adásban is mondtad, hogy neked ez a nyomógombod ugye a gyerekkel az anyát. És, hát vagy bocsánat, hogy nem csak gyerekkel az anyát, hanem az, tehát lehet az apát is. Igen. Mert nem csak férfi narcisztikusok vannak, bár a statisztika szerint túlnyomó többségben férfiak, de ne legyen mostoha az a narcisztikus bántalmazott férfi sem, akit mondjuk egy narcisztikus nő, vagy volt olyan, akinek a lánya volt narcisztikus, tehát hogy nem csak párkapcsolatban lehet gondolkodni, vagy csak nem női férfi van, hanem van, amikor a férfi a szenvedő, a lány, de sajnos többségében nem így van. Akkor igen. Úgy mondom, hogy a gyerekekkel lehet manipulálni a bántalmazó által a bántalmazottat, és akkor nincs meg az a lehetőség, hogy amikor már nem bírom tovább, akkor fogom magam és eltűnök. Mert az azt jelenti, hogy eltűnik az a szülő a gyerek életéből is, mert az hociher, hogy nem fogja visszakapni. És nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy ő tényleg alkalmas szülő akkor, amikor el lehet mondani a bíróságnak, hogy a tisztelt bíróság, ő ott hagyta a gyerekeit. Tehát én találkoztam ilyen esettel, és hát ő történetesen egy nő volt, aki aztán nagyon sokáig küzdött azért, és még küzd a mai napig, teszem hozzá, azért, hogy láthassa egyáltalán a gyerekeit, mert apuka felelős beosztás, nagyon sok pénz, hatalom, respekt, elképesztő ismeretségi kör, és hát elképesztő elszántság arra, hogy minden az övé legyen, és mindent bevetnek ilyen szempontból. Szóval a felkészülés időszakában például, és még mindig egy kicsit visszatérnék ide, hogy konkrétan is értsük, hogy miről van szó. Oké, szeretgesse meg magát, meg hogy tanuljon önszeretetet, de mi az, amit kell csinálni konkrétan, milyen fizikai dolgokkal lehet még felkészülni arra, hogy valaki egyáltalán el tudjon távolodni, és ki tudjon lépni egy ilyen kapcsolatból. Hú, most nagyon sok minden jött föl, és nagyon sok mindentről szeretnék, vagy tudnék most beszélni, de hogy szépen sorjában haladjunk. Amit meg tud tenni, az az, hogy gyakorolja a határkijelölést. Mert egy nagyon furcsa paradoxonba kerülünk. Ugye valószínűleg egy szeretethiányos állapot idézte elő azt nálunk, hogy egy ilyen kapcsolatba bele tudunk lépni, és akkor ezt itt nyilván visszagöngyöljük majd, hogy ez honnan eredetezhető, csak kinyögtem, és azt gondoljuk, hogy ha majd a másiknak mi kedvesek vagyunk, és alkalmazkodunk, és a konfliktus kerülést magas ívekre tudjuk helyezni, akkor válunk szerethetővé, és pont, hogy nem. Mert elértéktelenítjük magunkat. És ez egy teljes paradoxon. Ezt nagyon fontos nekünk tudatosítani magunkban, hogy nem, pont nem attól fogunk szerethetővé válni, hogyha mi lealacsonyítjuk magunkat ahhoz, hogy mindenhez jó pofát vágunk, vagy nem vitatkozunk, hanem igenis, és nem azt mondom itt, hogy legyünk egy feminim harcosok, de az önérvényesítésünket, a határkijelölésünket igenis meg kell tanulnunk, és használni kell, ugyanis akkor veszik észre, hogy egyébként ott vagyunk mi is. És az nem ilyenkor nem az történik, mert logikusan azt gondolná az ember, most csak felteszem az átlag kérdést ide, vagy az átlag hallgatói kérdést, hogy
ha elkezd a bántalmazott határt kijelölni és nemet mondani, akkor a bántalmazó még jobban rálép a gázra, mert akarja azt, ami eddig volt, mert ő akar kontrollálni, ő akarja uralni a dolgokat. Igen, na most ez több lépcsős egyébként, ez megint csak attól függ, hogy a másik hol tart éppen, van-e másik akkumulátora már, vagy nincs, mennyire voltunk elnyomva, vagy sem, mennyire veszítettük már el az identitásunkat, vagy sem, mennyire vagyunk kiszolgáltatva, vagy sem. Tehát ez egy több tényezős dolog, de valóban nem lehet, nem is tudjuk egyébként ezt egyik napról a másik napra érvényesíteni, hiszen ezt nekünk meg kell önmagunkban fejlődni, és ez egy folyamat szokott lenni általában, puhán kell. És nagyon fontos az, hogy mielőtt lépnénk, föl kell építeni a kilépésünket, akár ügyvédi háttérrel, menekülési útvonallal, tartalékpénzzel, sok esetben titokban kell menni, olyan helyre, védett helyre kell menni, Ez tiszta krimi egyébként, elképesztő. Igen, sajnos ez valóban valóban krimibe illő történetek vannak, és hogy visszatérjek itt a gyerek témára, thrillerbe illő történeteket tudnék mesélni, de nem fogok, és az a probléma ezzel, hogy a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő embernek ez egy hazai terep. Tehát neki ez egy komfortos érzés, a bántás, véghetetlen fantáziája van arra, hogy hogyan tud mondjuk egy gyereket elszeparálni, vagy elmanipulálni a másik féltől. A másik fél, az empatikus fél, ő pedig alapvetően általában mondhatnám, hogy naívak vagyunk, vagy próbáljuk a jót az emberekben meglátni, vagy nem feltételezzük azt, hogy erre ő képes. Mert egyik nap kedves, és odaadja a gyereket, majd a másik nap nem hozza vissza, mert te rossz anya vagy, és egyébként már elindított egy bírósági eljárást arra, hogy például nem tudja a gyereket nevelni. Tehát letesznek bennünket egy olyan szerepbe, amiben már mi magunk benne érezzük magunkat, majd ő erre ráül. És most sokszor... akarom megnyitni azt a csatornát, vagy azt a zárójelet, csak úgy külön mondom, hogy elképesztő, hogy ezt gyerekeknek végig kell élniük. Igen. És sodródnak a két szülő között így. Igen. És nem tudják, hogy mi van, hogy most akkor... És na, most aki ebbe benne van, annak se túl sok jót lehet jósolni az érzelmi élete fejlődése szempontjából azért. Igen, és mivel nagyon sok esetben, ugye ez évek munkája, tehát évek hosszú-hosszú munkája van benne nekik, ezért, és ezt ők nagyon sokszor jól felépítik előre, mert hogy nekik ez benne van a rendszerükben, nekünk ugye nyilván nincs, ezért ők nagyon sokszor már orvosi papírjuk van arról, hogy a másik fél mondjuk pszichiátri eset, mert hát miért csodálkoznánk azon, hogy mondjuk depresszióba esett a sok ignorálástól, vagy gyógyszert szed, mert hiszen már rosszul érzi magát évek óta, és erről van papírja, amit utána bőszen tud lobogtatni, hogy ő alkalmatlan a szülői szerepre tulajdonképpen, vagy tudok olyat, aki már az iskolában volt, hogy onnan szerezzen véleményt, hogy a szülő nem tud gyereket nevelni, és alkalmatlan. És minden lehetőséget, mindent kiaknáznak, és mindent kihasználnak arra, hogy érvényesítsék a saját nem létező jogaikat, illetve, hogy azzal bosszantsák a másikat, amivel gyengítik a másikat. És itt ez megint egy nagyon fontos kérdés, hogy tulajdonképpen ezt azért csinálják, mert hogyha ez bennünket bosszant, kihoz a sodrunkból, akkor aztól ők sokkal jobban érzik magukat. Tehát a lehető legjobb, amit teszünk, vagy tehetünk, hogyha nem ülünk fel, megpróbálunk nem felülni ennek, mert azzal őt erősítjük meg. Tudom, hogy nagyon nehéz, mikor az életünk, vagy a gyerekeink múlnak ezen, és akkor mondanám azt, hogy nyilván bosszankodhatunk, én javaslom, menjen ki egy erdőbe, üvöltözzön, üljön be egy autóba, menjen el, ahol senki nem hallja, csak ne a másik felé, mert
azzal pontosan tudjuk azt, hogy mi a mi gyenge pontunk, és legközelebb ugyanezen a pont, gyenge ponton fogunk bennünket támadni. Hát megszületnek a felvételek, a rejtett kamerával, a telefonnal felvett hangok, a stb., és azok szépen megmanipulálva, és ugye igen, utána kiadva, tehát tényleg ebben rém történetek vannak. Gondolom, hogy minden eset egyedi, de körülbelül mennyi felkészülési időt igényelhet az, hogy valaki a felismeréstől eljusson odáig, hogy akkor elkezd kifelé menni abból, tehát kilép, vagy ott hagyja azt a kapcsolatot, vagy elköltözik, vagy elbújik a másik elől, tehát amikor fizikailag leválik róla. Igen. Hát ez attól függ, hogy már mennyi szörnyűség történt vele, illetve mi az a pont, ami még neki szükséges? Vagy hogy egy nagyon szörnyűség történjen vele, vagy elég valaki, aki meghallgatja, és azt érezteti vele, hogy nincs egyedül. Tehát nekem volt olyan, aki egyszer volt nálam, órákig beszélgettünk, majd utána jött egy levelet, hogy ő neki ez elég volt, és megtörtént, mert igazából ez mindvégig bennünk van egy érzés, és ez folyamatosan ott munkál bennünk, csak mikor és hol budjan ki. Nagyon széles a spektrum ebben, ki hogyan tudja, és kinek milyen stratégiái vannak a megküzdésre, kit mennyien támogatnak kívülről, ki mennyire van már gyakorlatilag letiporva az önértékelésében. Tehát ez egy sok több tényezős dolog, de sok esetben elég egy beszélgetés, vagy egy mondat. Tehát amikor ő azt érzi, hogy ő nincs egyedül, szerintem az azzal hegyeket lehet megmozgatni. Meg hát nyilván az is kérdés, hogy tényleg vannak-e gyerekek, van-e közös vagyon, van-e neki munkája, jövedelme, saját vagyona, stb. Mi van akkor, amikor ez megtörténik? Hát ott még gondolom, korán sincs vége a sztorinak, tehát hogy onnan, hogy leválik, vagy kilép, vagy elköltözik, vagy elbújik, tényleg eltűnik a másik életéből, akkor mi a következő feladat, amikor ez megtörténik? Hát nem szeretnék senkit hitegetni, mert nem lesz egy könnyű út az, ami ezután következik, de egy nagyon szép és nagyon színes út. Hát először is a felépülési szakasz az több tényezős és több lépcsős. Nagyon fontos az, hogy egy önvizsgálatot tartsunk, és megnézzük azt, hogy miért tudtunk egy ilyen kapcsolatban belemenni. Ez azért is fontos, hogy a további életünket már ne ebben éljük. Jön egy nagyon szép időszak, a szabadság mámora, ami egyébként nagyon mámorító érzés. Rejt veszélyeket, mert ha valaki nem elég stabil még, és nem lát rá a saját belső elakadásaira, akkor nagyon könnyen válhat áldozatául egy következő ilyen narcisztikus személynek, mert hihetetlen módon mágnesként vonzuk az ilyen típusú embereket. Tehát én mindenkit óva intenék attól, hogy kiszáll egy ilyen kapcsolatba és belugorjon egy másikba, mert nagyon fontos az a fázis, amit meghagyunk magunknak arra, hogy egy picit befelé éljünk, hogy végig görgessük az életünket, különböző szakaszait, és meg tudjunk erősödni lelkileg ahhoz, hogy utána egy minőségi és tartalmas életet éljünk. Plusz még azért nagy eséllyel a narcisztikus bántalmazó fél azért oda nyúlkál, amennyire csak tud. Tehát keresi, kutatja, piszkálja, és valószínűleg még abban az időszakban, hogy oké, hogy ott a szabadság, legalább nincs a mindennapi nyomás, azért nagy valószínűséggel, ha főleg a házasságról vagy egy gazdasági közösségről is szó van, akkor ott ezt még le kell rendezni a hatóságokkal, a különböző ilyen jogi procedúrákkal, és hát az azért nagyon embert próbáló időszak tud lenni. Szabadság ide vagy oda? Igen, ez egy nagyon nehéz időszak, ugyanis, ahogy említettem, nekünk ez nem terepünk. Tehát mi nem szeretünk vitatkozni, nem szeretünk konfrontálódni, amennyire lehet a konfliktusokat kerüljük. De meg kell tanulnunk. És lehet, hogy ezért is vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy életünkben talán először, vagy újra, de kiálljunk önmagunkért, és rálépjünk a sarkunkra, és megküzdjünk azzal, aki velünk szemben van. Sajnos ez ilyen szempontból valóban egy létező jelenség, szinte biztos, hogy vissza fog nyúlni, még akkor is, ha neki már van valakie, ez tapasztalat, tehát már új családot alapított, új gyereke van, de még akkor sem feltétlenül hagy békén bennünket. Igen, ilyenkor jön a saját életünknek a felépítése, amihez kellenek
társak, barátok, jogi tanácsadó, és egyéb minden eszközt meg kell ragadni. Tehát én ilyenkor azt mondtam, hogy minden szalmaszálba bele kell kapaszkodni, mert minden erőnkre, minden energiánkra, és minden segítségre, és minden jó szóra szükségünk lesz. Van egy nehezebb szála még ennek az egész történetnek, az az, hogy általában ugye a narcisztikusnak a fókuszában ott van a szexualitás, a párjával az intimitás, vagy a párjával, nem is tudom, hogy illendően használni. Vagy az intimitás sem nagyon, mert ezt igen, annyira is. Viszont fontos neki a szex, akkor maradjunk ebben a szóhasználatban. És azért nagyon sokszor rászoktatják a partnereiket egy olyan szexuális kultúrára, egy olyan viselkedésre, ahol szintén ott van akár az erőszakosság, az agresszió, a bántalmazás. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy akár ilyen BDSM kategóriába behúzzák a partnereiket, és hát a fizikai test az viszont sóvárog. Tehát ott van közben az, hogy lehet, hogy a lélek és a szív és az elme eldönti, hogy ez szörnyű, ebből kimert, ez egy bántalmazó és nem jó, és letesz gyakorlatilag a sárga földig, de a fizikai test sóvárog. Mi van ilyenkor? Igen. Hát az sóvárog, és hát itt is nagyon széles a spektrum, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Szerintem mindenki ebben magának kell, hogy megtalálja. Egy biztos az, hogyha visszamegy a náciához, vagy újra felmelegíti ezt a kapcsolatot, az csak egy tüneti kezelés. Tehát ez egy pillanatnyi jó, de utána sokkal több a rossz, amit kap ebből. Talán, hogyha ezt egy picit fejjel vagy aggyal próbáljuk meg, és nem a fizikai testünkkel vagy a lelkünkkel megérteni, akkor talán ez segít ennek a megértésében és az elfogadásában, és talán ennek a megoldásában is. Illetve, amit mondtam, tehát a saját önszeretetünknek az elindítása, vagy a saját vágyainknak a megismerése, akár szexuális téren, akár egyéb téren, mert lehet, hogy ez nem is a mi vágyunk volt, hanem ez egy hozott dolog, vagy egy séma tulajdonképpen a bántalmazásunknak a saját megélésé ebben is kiprojektálódott. Úgyhogy talán ez, hogyha ezen elint tudunk indulni, akkor az is nagyon sokat segíthet. Na ugye magán a szeretetem van diszfunkcionális értelmezés, tehát ugye, aki már eleve gyerekkorból hozza magával a sérülését, hogy nem vagyok elég fontos, nem szerettek eléggé. Most vagy igaz volt, vagy nem, de mindegy, ő úgy élte meg. És ugye akkor egy empatikus lényként bevonza a narcisztikus partnerét, és vele megél olyan dolgokat, ahol tényleg a szeretet és a bántás, ahogy az egyébként esetleg látta a szüleinél, mert ők verekedtek és szeretkeztek, vagy látta ott, hogy apád igaz, hogy szíja megver, de szeret minket, vagy látta ott, hogy anyád igaz, hogy tök részek, de azért itt van, meg főzi nekünk az ebédet, azért anya jó, meg anyát szeretjük. Tehát, hogy megtanulja ezt, lerögzíti ezt, majd viszi tovább. És ez teljesen normális, akár, hogy az intimitás helyett van ugye egy olyan légkör a párkapcsolatban, ahol az teljesen természetes, hogy egymás testéhez hozzáférnek, és közben bántják is egymást, vagy legalábbis az egyik bántja a másikat. Mert aki ebbe szocializálódik, annak az a teljes természetességgel van. Most ebből kilábalni azért én azt látom a saját klienseimnél, hogy talán ebből a legnehezebb. Hogy találni tudjon egyszer csak, amikor rájön arra, hogy ő szerethető, hogy ő értékes, hogy ő fontos, hogy meg tudja találni azt a nőt, azt a férfit maga mellé, akivel úgy tudja megélni a felnőtt lényének minden aspektusát, az érzelmi életét, a fizikai lényét, hogy ott már nem megy bele olyanba, ami őt megalázza. Ott már nem válik kiszolgáltatottá, hanem tud örömet találni az örömben, bármit is jelentsen az neki, de az tényleg tiszta öröm, és az már nem bántás. Igen, annyira jól megfogalmaztad, hogy ebben nehéz már bármit még ráfűzni. Amit abszolút egyetértek, igen. Ami még ebben fontos, hogy valóban, tehát feszültség kioldás, és hogy a feszültséget hogy oldjuk ki, vagy mit jelent számunkra a feszültség, tehát egy gyerekkorból hozott feszültség, ami végig kísért az életünket, mert egy narcisztikussal való élet az egy folyamatos feszültség, tehát az a nap 24 órájában feszültséggel teli, nehezen megfogható, nehezen érezhető, ez igazából akkor érezhető, amikor már nem vagyunk benne, hogy jé, ilyen is lehet. Ugyanúgy a szexualitással is, hogy jé, ilyen is lehet. Valóban tudok ilyen esetekről, ami egy határozottság, vagy egy maszkulinitás, és ezt összekeverik
sok mindennel, amivel össze lehet keverni. Ezeket le kell bontani, mint a hagymának a héját, hogy ez hova datálható, és amikor ez megtörténik szintén ennek a feldolgozása, akkor ebből is el lehet érni nagyon jó eredményeket egyébként szerintem. Akinek volt már dolga narcisztikussal, az rögtön felismeri a következőt? Hát ugye, mivel ebben van széles a spektrum, tehát narcisztikus és narcisztikus között is van különbség, én már azt mondom, hogy 2 kilométerrel kiszagolok egy narcisztikust, de annyira, de nem igaz. Tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz, mert annyira, de annyira jól tudják játszani a szerepüket. Ezért kiváló szülők, mert nem gondolnánk róluk, hogy egyébként a 4 fal között milyenek, mert az egész életüket átissza, vagy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, iszonyat sok energiát fektetnek abba, hogy a külvilág felé ők megfeleljenek. Ezért nehéz felismerni a narcisztikust, mert róla gondolnák utoljára, mert hát ő egy nagyon rendes ember, ő mindenben maximum és szuperlatívuszokban lehet róla sok esetben beszélni, de nem tudjuk, hogy mi zajlik a 4 fal között, és egy teljesen más arcát mutatja, vagy elég egy-két mondat abból a 24 órából, ami a következő 48 órákra rányomja a bélyegét. Tehát én azt, vannak jelek, amiket én fel tudok ismerni, szerintem már remélem, hogy sokan mások is, de nagyon szenzitívnek kell lenni. Örömvilág podcast. Neked érted. Tényleg, hát most van egy nagyon fontos téma, aztán nem is tudom, hogy ezt megnyissuk-e, vagy lehet erről egy-két mondatban beszélni, mert nagyjából a mai adás időnk is így a végéhez közeledik, hogy és mi van akkor, amikor a szülő narcisztikus és a gyerek menekülne? Most milyen eszköze van egy gyereknek? Igen, hát volt már nálam olyan, akinek a szülője narcisztikus, és volt már olyan, akinek a gyereke narcisztikus. Mind a kettő nagyon nehéz ügy, hiszen egy gyerektől nehéz elbúcsúzni, vagy egy szülőt nehéz holnaptól leválni róla. Persze nyilván attól függ, hogy hány éves, de volt már 40 fölötti kliensem is, aki hozzám fordult, mert nem tud a szüleiről leválni. És az egész életük meg van rekedve, tehát mind emberi minőségben, mind munkai, vagy akár párkapcsolati minőségben is meg tud rekeszteni egy narcisztikus szülő, de ugyanígy egy narcisztikus gyerek is, hiszen például végignézem azt, hogy mit csinál az unokámmal, és olyan mérhetetlen fantáziával tudják bántani a szeretteiket, hogy végignézni ezt egy rokonnak, akár egy nagyszülőnek, akár egy szülőnek, borzasztó nehéz. De mi van akkor, hogyha a gyerek tényleg gyerek? Tehát amikor egy kisgyerekről beszélünk, mondjuk egy 8 évesről, egy 10 évesről, igen, egy tínédzserről, akkor milyen eszköze van egy gyereknek? Hát elmegy, panaszkodik esetleg az iskolába, ha egyáltalán mer, mert nagy valószínűséggel nem mer, megy a szülő és megcáfolja az egészet. Hát itt rövidre lehet zárni a sztorit. Igen. Fú, most föl is mentenem a próbát. Egyébként személyesen én még ilyen esettel nem találkoztam, de nyilván van ilyen. Na most egy 8, 10, 12 vagy 14 éves gyerek nem tudja, hogy ő miben él, hiszen neki ez a normális. Tehát ő ezt még nem látja. Ez ilyenkorban még nem szokott kialakulni bennük az érzés, hogy itt, tehát nem látják, mert nekik ez a nulla pont. Tehát ők így élnek, ezt szokták meg. Csak mi lesz velük? Van egy rossz érzés nyilván bennük, hogy látják azt, hogy a szülőm hazudik, vagy nem úgy van, ahogy eredetileg mondta. Itt a másik félnek a nehéz, és olyanok járnak hozzám, ahol van egy narcisztikus szülő, és van egy nem narcisztikus szülő, és látja a nem narcisztikus szülő, hogy mit csinál a gyerekkel, hogy manipulálja a nap 24 órájában, hogyha szeretett megvonással, vagy ignorálja. Tehát, hogy ezt végignézni a másik szülőnek, vagy a nagyszülőknek, az már sokkal nehezebb egyébként. Amikor egy gyerek tudatára ébred, ez általában kora felnőtt korban szokott eljönni, vagy 27 éves korában biztos, akkor van már rálátása, és tud dönteni, mert akkor már kinyílik számukra a világ, és van egy összehasonlítási alapjuk, hogy hogyan éltek, vagy hogyan élnek mások, vagy ő hogyan szeretne élni, és ehhez képest a szülő nem hagyja őt sem létezni, sem élni. Akkor már van saját döntés és szabad akarata, hogy megszakítja a kapcsolatot. Jól értettem, 20 éves korát mondtad? 20 éves korát mondtam, okay. Igen, akkor
van egy olyan felismerés, ezt a pszichológusok szokták mondani, olyan 27 év körül, ez lehet nyilván, ha valaki érettebb, akkor előbb, és van, aki 40 évesen jön rá arra, mert volt, aki akkor jelentkezett nálam, hogy most döbbent rá, hogy tulajdonképpen az ő anyja vagy apja narcisztikus. Tehát van, akinél később jön ez a felismerés, örüljünk, ha egyáltalán eljön ez a felismerés, és akkor el tud kezdeni egy saját életet fölépíteni, mert amiben ő élt, világ életében, az egy teljesen alternatív valóság volt. Hú, azt hiszem, hogy egyszerűen abba hagyhatatlan a beszélgetés, tehát, hogy erről még mindig annyi lenne, úgyhogy én megint azt mondom, hogy nem teljesen zárom le, hanem csak ezt a mai podcastot, és folytassuk, amikor úgy érezzük, jó? Mert, erre nagyon köszönöm. Mert igen, van nekem ebben is van még, több gondolatom van még. Most mert ebben még mindig van, még bőven van. Emészszük meg ezt a kettő epizódot most megint, meg hagyjuk a hallgatókat is, meg azokat, akik most jutnak felismerésre, mert azt hiszem, hogy nekik nagyon sok erőre van most szükségük, meg talán egy kis időre is. És mindenképpen azt javaslom, Regi, hogy folytassuk. És hát neked azt kívánom, hogy a készülő könyved az minél kerekebb és teljesebb legyen, minél többekhez jusson majd el. Biztos, hogy erről be fogunk számolni itt az Örömvilág podcastban. Nagyon köszönöm. És akkor még egyszer az e-mail címet kérlek mondd el, jó, hogy hol lehet téged keresni. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget, és az aranylámpás@gmail.com-on lehet engem megtalálni, és felvenni velem a kapcsolatot, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne segítséget kérni. És természetesen, ha úgy adódik, akkor rajtam keresztül is működik, akkor én is megírom. podcast@örömvilág.hu az e-mail cím hozzám, illetve az Örömvilág Podcast csatornához, és akkor most már 4 olyan beszélgetésünk is van a csatornán, amit érdemes azoknak meghallgatni, akiket érint a téma, vagy akik úgy érzik, hogy a környezetükben bárkit érint. 2 rész a 17 és a 18-as még 2020-ban született, és most 2021 elején a 64-es és a 65-ös epizód. Úgyhogy ezeket vissza tudod hallgatni, kedves hallgató, és tudod ajánlani is ezeket az érintetteknek, akár a YouTube-on keresztül, a Spotify-on, az Apple Podcast alkalmazáson, a Google Podcaston, vagy a honlapomon www.örömvilág.hu, ott a podcastok között, az összes podcastok között megtalálod, és ajánlom figyelmedbe egyébként is honlapomat az aktuális programokkal, eseményekkel, és akkor belinkeljük azt a kis segítő-támogató kis csomagot, amit Regi javasolna azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes olvasni, vagy hol érdemes utána nézni még esetleg ennek a témának, és idővel ugye fel fog kerülni ide a te könyved is. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy itt vagy, és hát köszönöm szépen, hogy ezt így együtt elkezdhetjük. Tudom, hogy ebben százszorosan és ezerszeresen nehezebb a te terhedés, az a súly, amit te viszel, és hát... Hát nagy bátorság ez, úgyhogy köszönöm mindenki nevében. Én is nagyon köszönöm. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.